ha tudja a történet, nyíltas zsidó család alapítottak. Ha visszamenjünk, 1200 évig volt a kuszárok. Ez egy zsidó vallású birodalom volt. Ha visszamenjünk, 1200 évig volt a kuszárok. Ez egy zsidó vallású birodalom volt. Még egyszer, nyíltas, ez egy kezdő pont. Reméljünk, az ön segítségvel fogunk tudni bemutatni egy igazi zsidó arc, a Mózes valósó eredeti neve visszahozni. Ez volt valamikor a magyar neve. A Mózes valósó. Nagy ünnep, nem csak nekem, az egész térségnek, Magyarországon, a zsidóságnak, és a történelembe, ez a június 22. A nyíltasi esemény önálló, még nem történt ilyen forma, de egy egyetház, vagy egy vallási közösség újra költözik vissza Magyarországra. Ez nekem személyes nagy öröm, erre 18 év dolgozom, és az alapítványunknak sikert ezt összehozni. Erre köszönhetünk sokan, akik ebből belesegítettek, a főleg az országnak a fogadás képsége. Kellett ezek az évek, de ezt elérünk. Itt az országon belül, főleg a keleti régiónban, ahol valamikor virágzott a haszid tevje fajta zsidóság, aki a tehenyek fétette, és a mezőgazdasággal foglalkozott. A mezőgazdaság ennek az ország valamikor kincseje volt, és ennek egy része volt az pont, mint egy kertbe, nincs két cékla, aki kinéznek egy, mint a másik. Nincs két sárgarépa, de néznek ki egy, mint a másik. Nincs két cseresnye, de lehet összehasználni egybe. Igaz, mi cseresne, minden cseresne egy arc van. A természet nincs kettő, amit azon, itt az emberség is nincs. Nem egy arcos. Minden oldalon, minden dimenzió az adnak az íze is befolyása. Azt tudunk a mezőgazdaságban a legjobb látni. És a Tóra szempontban azért nem szabad egy fa kivenni, ha is építeni akarsz egy ház, nem szabad egy fa kiültetni. Mert az ember ez, mint a zsümölcsfa. És ez így van. Pont mint minden másik barack, másik formában. És másik íze. Mai világban az ember bemegy a boltba, és veszi egy barack ital, minden egy italnak egy íz van. De aki tudja, és kipréselje magából, tudja, de nem egy ízes. Nem lehet. A mai ital másik íze, mint a hónapi, vagy a két órábbi későbbi. Sajnálom, de most nem tudom több idő veletek foglalkozni. Szeretném, mert a sajtó egy fontos része ennek az egész, ilyen szempontban, de a köztudatban nagyon fontos. De tudjanak erre, tudjanak, de újra visszaköltöztünk ide, és tudjanak, de újra lesz Magyarországon látható az a egyszerű tevje fajta zsidóság. A telepen emberek nem akarunk befotózni, nem, ez nem egy színpadon, és nem egy előadás darabja. Ez egy igazi történet, és egy igazi történet maga a történet, azt, amit igazolja a történelem, és nem a képek. Köszönöm. Egy dolog, amit fontos, és ebből befejezem. A sajtó a legfontosabb eszköz az antiszemitizmus témába. Fajtisztítás az nem, már nem elfogadható a mai világban. Nem hiszem, de valaki ebből az irányba gondoskodik.
Nem lehet. Az biztos. De a zsidóság nagyon sok adott ennek az országnak. A kezdéstől kezdve. Ha visszamenjünk, 1200 évig volt a kuszárak. Ez egy zsidó vallású birodalom volt. Azért itt ez a közösség hiányzik, ezt a réteg. És ezt segíteni fog az egész kelet regiónak a gazdasági oldalon is. Mert ennek nélkül nincs élet. Szerelemből lehet élni, csak szerelemvel lehet élni, szerelemből nem lehet élni. A sajtó felelős, de az emberek tudni, mit adott a zsidóság ennek az ország. Tudjanak, mire van szó. Nem politikus szervezet, nem követeltünk, egy fillér támogatást nem kaptunk erre a projektre. És ez több mint 400 millió fog bekerülni, ennek az egész, és nem egy fillér támogatást, nem visszaköveteltünk semmi, kárpotlásra nincs szó, semmi. Újra vettünk, pedig ha tudja a történet, nyíltas zsidó család alapítottak. Még egyszer, nyíltas, ez egy kezdő pont. Reméljünk, az ön segítségvel fogunk tudni bemutatni egy igazi zsidó arc, a Mózes valósó eredeti neve visszahozni. Ez volt valamikor a magyar neve. A Mózes valósó. Köszönöm, Isten áldjanak meg, Shalom!